Bár valószínűleg a gyerekek jobban örültek volna, ha magukkal vihették volna a lufikat, de az új óvodaépület mégiscsak jó érzésekkel töltött el mindenkit. Az óvoda felújítása viszontagságok között történt, mondta Bodorné Nagy Ibolya polgármester. A pályázat beadásától a kivitelezés befejezéséig eltelt közel 3 év, sokunk halántékára ragasztott új vagy újabb őszhajszálakat, de úgy gondolom, hogy amikor szétnézünk ebben a megújult létesítményben, cseppet sem bánjuk. Kicsit hosszadalmas folyamat volt, 2016-ban adtuk be a pályázatot, 17-ben bírálták el, és tulajdonképpen 18 évvége körül beszéltünk arról, hogy valóban neki fogunk állni. Ez a beruházás végül is azt februárban indult el, az idei februárjában, és hát sikerült most átadnunk ezt az új komplexumot, gyerekek és a felnőttek, illetve az egész falunak az örömére. Lehet azt mondani, hogy teljesen megült, hát nem újat, óvodát építettünk, egy meglévőt újítottunk fel, kibővítettük egy olyan szárnyal, ami biztosítja a teljes vizes blokkot, illetve a kötelezően előírt helyiségeknek a kialakítása megtörtént. Hát közel a 40 gyerekünk van most az óvodában, és hát nagyon-nagyon korszerű lett, szerintem a mai elvárásoknak megfelelő szép kis óvodát tudtunk átadni a mai napon. Dalmandon tavaly az orvosi rendelő újulhatott meg, idén az óvoda. Polgármester asszony azt mondja, nagyon sok tervük van még. A Magyar Falvak pályázaton belül nagyon sok pályázatot adtunk be, orvosi eszközbeszerzésre, temetőfelújításra, óvoda udvarba, elsősorban ilyen mozgáskészséget elősegítő eszközök vásárlására. Nagyon sok, tehát nem is tudom szinte felsorolni, de legalább 5 pályázatunk most be van adva. Egy utca teljes felújítására adtunk be pályázatot. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben folytatjuk ezt a tendenciát, és nagyon szeretnénk, mert ez a falunak a jövőjét is talán egy kicsit előre lendíti. Az óvoda felújításának költsége megközelítette a 100 millió forintot. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, látványos fejlődésen ment keresztül a választókerület. 33 nyertes önkormányzat volt a különböző topos pályázatoknál. Ez azért több települést érint, mert voltak gesztor önkormányzatok, akik több település nevében pályáztak. 66 nyertes projektről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a megyei közel 28 milliárd forintból az én körzetemre jutott 8,5 milliárd forint. Mik valósultak meg ebből? Elsősorban oktatási, kulturális, közigazgatási intézményeknek a fejlesztései, illetve azért jelentősen fejlődött a gazdaság is, oda is nagyon sok pénz áramolt be. Ennek is köszönhető talán, hogy ez a térség mutatta a megyében a leggyorsabb gazdasági fejlődést, ennek örülünk. Ma két új intézményt adtunk át, illetve két fejlesztést adhattunk át. Egyrészt Kapuskulában a megújult községházának az épületét. Ott elsősorban energetikai korszerűsítés volt, de természetesen ez alatt érthetjük azt, hogy teljesen sikerült felújítani a községházát. Körülbelül 40 millió forintos fejlesztésről van szó. És ezután következett itt Dalmandon az óvodának az átadása, az óvoda korszerűsítésnek az átadása. 100 millió forintból újult meg a dalmandi óvoda. Egyébként a körzetemben több más helyen is volt ilyen fejlesztés, például Harcon, Kakasdon, Bonyhádon, Atalában, Kisvejkén, Váralján, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy több helyen, és az összeg, amit csak az óvoda fejlesztésre költöttünk az elmúlt években, az 764 millió forint. Van egy kínai közmondás, ami azt tartja, hogyha elvetsz egy magot, akkor egy évre tervezel, hogyha ültetsz egy fát, akkor 10 évre, és hogyha gyerekeket oktatsz, tanítasz, akkor 100 évre. Ez az óvoda fejlesztésnél azt hiszem, hogy igenis, hogy elmondható.